Köszöntöm a nézőket! Az első 5 éves önkormányzati ciklusa végéhez közeledik. Appelszofer Ágnessel, Tolna polgármesterével tekintünk most vissza az elmúlt 5 évre. Köszöntöm, polgármester asszony! Hogy látja, milyen volt Tolna 2014-ben, illetve milyen most 5 év elteltével? Hát egy kicsit nehéz szétválasztani ugye a korábbi ciklusoktól, mert hogy én az elkövet, vagy az ezt megelőző 2 ciklusban alpolgármesterként Sümegi polgármester mellett dolgoztam, és amikor így az ember számot vet azzal, hogy mi az, ami kvázi az ő ciklusa alatt készült el, akkor egy kicsit így nehéz dolga van, mert én nem is pontosan emlékszem, hogy az 4, 5 vagy 6 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani. Én azt gondolom, hogy többet teljesítettünk ebben az 5 évben, mint amennyiről álmodni mertünk volna előtte. Ebben nyilván óriási szerepe volt annak, hogy a Magyarország kormánya és az Európai Unió lehetőséget biztosított arra, hogy a területi operatív programban pályázatokat nyújtsunk be, és ezeket 100%-osan finanszírozta az állam és az Európai Unió. Ugyan időközben kiderült, hogy bizonyos projektek többe kerültek, mint amennyibe eredetileg terveztük, de ebben is sikeresnek mondhatom az önkormányzatot, mert már több plusz támogatási igényt megítéltek. Tehát gyakorlatilag vannak olyan pályázatok, amiket 100%-osan finanszírozott a kiíró, és vannak olyanok, ahol még nem bírálták el. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sikeres volt ez az 5 év a tekintetben is, hogy sok mindent tudtunk építeni, de ehhez az kellett, hogy együtt tudjunk működni. Együtt tudjunk működni az intézményeinkkel, az önkormányzattal. Az önkormányzatban sosem voltak politikai viták, kizárólag mindig szakmai viták voltak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hivatal munkatársa és a külső szakemberek, akik ezekben a projektekben részt vettek, annyira profi munkát végeztek, hogy szakmai kérdéseken kívül gyakorlatilag nem is volt semmi más a testületi üléseken se. Úgyhogy én nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezekben a projektekben, mert hogy ezt egy polgármester egy személyben nyilván nem tudja megvalósítani. Ahhoz, hogy ezeket gördülékenyen le tudjuk bonyolítani, ahhoz nagyon-nagyon sok embernek a munkájára volt szükség, és hála Istennek ez így is volt. Lehet egyébként csak 5 évben gondolkodni? Tehát egy városvezető gondolkodhat egy ciklusban, vagy annál azért hosszabb távra kell? Mert gondolom nyilván egy uszodát föl lehet építeni akár 1 év alatt, de mondjuk egy gazdaságfejlesztési programot, vagy egy hosszabb távú fejlesztési program, azt gondolom nem megvalósítható 5 év alatt. Hát mint ahogy említettem az elején, szerencsére nem 2014. októberében csöppentem ebbe bele, hanem már egy nagyon régi ciklusprogramokon átívelő programot valósítottunk meg. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az önkormányzatnál a városban, mint ahogy otthon is, hogy rendet tegyünk magunk körül, gazdaságilag stabilak legyünk, azokat az intézményeket, infrastruktúrális elemeket minél korszerűbb állapotba hozzuk, lehetőség szerint építsünk olyanokat, amire még szükség van. És aztán nyilván kellenek úgynevezett jóléti intézkedések is. Szerencsére erre is volt lehetőségünk, tehát a kiváló programok mellett nagyon sok olyan több 100 millió forint értékű projektet hajtottunk végre, illetve folyamatban van még a végrehajtása, amiben akár települési részvételet, tehát a járás települései vettek még részt, akár polgármesteri hivatal, ami a családok segítését, a nők munkába való visszahelyezését szolgálta. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól működő, hála Istennek nagyon stabil költségvetése van az önkormányzatnak, tehát gyakorlatilag 2014 óta semmiféle hiány nem volt a költségvetésünkben. Nem is tehetjük meg egyébként, tehát hitelt se vehet fel az önkormányzat, hiszen a kormány ezt megtiltotta, tehát csak külön engedéllyel lehet. De tudtunk építkezni, és tudtunk jóléti intézkedéseket is hozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami még feladat vissza van, az nyilván nem dőlhetünk hátra, és a következő képviselőtestület, vagy a következő polgármester, aki majd hivatalba fog lépni, nem a kézbe ül bele, hanem nagyon sok feladat van még.
Én kiemelten fontosnak gondolnám a beruházásokból még az utakat és a járdákat, illetve a gazdaságfejlesztést. Viszonylag nehéz dolga van az önkormányzatnak abban, mert teljesen függetlenül működünk egymástól. A helyi gazdálkodók és mi, Tolnán van 3 kifejezetten nagy vállalkozó, akik több száz embert foglalkoztatnak, tehát 3 nagy cég. Ebből az egyik Tolna megyében is az egyik legnagyobbnak számít, és vannak kis vállalkozások is. Én azt gondolom, hogy ezek a vállalkozókat, amilyen szinten mi eddig tudtuk, segítettük, de a következő ciklusban mindig még jobban, és főleg az atomerőmű bővítése kapcsán egy kicsit szorosabb kapcsolatot kell létrehoznunk, és minden olyan kormányzati támogatást valahogy ide is csatornázni, amiben a helyi vállalkozások részt vehetnek. Úgyhogy én ezt inkább a következő feladatnak gondolnám, hogy a gazdaságot még jobban tudjuk segíteni. Menjünk akkor sorba egy picit. Az uszodát most már én említettem. Az volt ugye az egyik nagy, ami megvalósult. Mik voltak még? Hát nehéz is most így számba venni, de egy kicsit én csoportosítanám ezeket a beruházásokat. Ugye voltak az egészségügyi intézmények felújításai, itt 2 orvosi rendelő tudott teljesen megújulni az Alkotmány utcai Tolnán, és Mözsön az orvosi rendelő. És itt mindjárt az egészségügynél megemlíteném, ugye nem beruházás, de végre sikerült egy végleges orvost találnunk Mözsre. És nagyon-nagyon boldog vagyok azért is, mert Andróczy doktor nyugdíjba ment, de ő maga gondoskodott arról, hogy a praxisban utódja legyen, úgyhogy gyakorlatilag csak, de ez is elég nagy probléma, és idézőjelben mondom nyilván, gyerekorvost keresünk továbbra is, tehát egy gyerekorvosi körzetünkben nincs állandó orvos, ezt helyettesítéssel oldjuk meg, de gyakorlatilag az egészségügy terén én azt gondolom, hogy rendben vagyunk. Éppen ma fogunk dönteni arról, hogy kibővítjük a vérvételi tevékenységet is, és a heti 4 napról 5-re fogjuk bővíteni, mert hogy annyira sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást is. Aztán van a szociális létesítményeknek a felújítása. Ezzel sem árunk rosszul, azt gondolom, jelen pillanatban egy idősek otthona és 2 idősek nappali ellátását szolgáló úgynevezett idősek klubja van a városban. Ebből a Tolnait, a nagyobbat sikerült felújítani. Ez is egy több mint 90 milliós projekt volt. Nagyon boldogok az ott élők, én azt gondolom, hogy nagyon sikeres pályázat volt ez, de itt is hozzátenném azt, hogy az, hogy a létesítmény milyen, az egy dolog, de szerencsére kiváló szakembergárda dolgozik ott, és igaziból ez is talán még jobban hozzájárul ahhoz, hogy az idősek megfelelő ellátásban részesüljenek. Aztán nagyon sok energetikai korszerűsítés zajlott, amiben fűtéskorszerűsítések, fotovoltaikus elemek kihelyezése került, ilyen például a Városháza, a Magház, az összes iskola épületen van most már, az óvoda épületek egy részén, és nyilván ezeket tervezzük a továbbiakban is bővíteni. És ha már energetikánál tartunk, akkor a területi operatív programban pályáztunk a 4 iskola épület energetikai korszerűsítésére, amiben gyakorlatilag nem csak napelemek, hanem fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés és nyilászáró került kialakításra vagy cserére. Gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy megújultak ezek az épületek, külsőre is megújultak, tehát nem csak kizárólag a szigetelőanyagot tették fel a falra és az ablakokat cserélték ki, hanem teljesen új kinézete van kívülről az épületnek. Itt azért megjegyzem azt is, hogy ugye nem kötelező önkormányzati feladat már az iskolák működtetése és fenntartása. Mégis nagyon-nagyon fontosnak gondoltuk, és gondolom én is azt, hogy ezeket megújítsuk, hiszen a tolnai gyerekek, tolnai pedagógusok járnak, dolgoznak ott, meg hát a városkép szempontjából sem mindegy, hogy néz ki egy iskola. Az iskola már nem, viszont egy csomó más még önkormányzati feladat ebben. Az egész szociális szféranak a fenntartása, ez mennyi energiát, pénzt veszel a mindennapok gazdálkodásából? Hát a szociális részt gyakorlatilag társulásban működtetjük. Az idősek otthonát
azt a szexárdi társulásban látjuk el. Tehát gyakorlatilag ezzel feladatunk nincs. Bizonyos támogatást kell fizetnünk azért, hogy működni tudjon a tolnán is ez a létesítmény, de azzal feladatunk nincs. Az idősek klubjával is azért ne felejtsük el, hogy nem csak létesítmények vannak itt, hanem egy olyan intézményi háttér, ami az idősek segítését, étkeztetését, otthonvaló segítését is magába foglalja, ezt társulásban látjuk el, és itt mi vagyunk az úgynevezett gesztor önkormányzat, tehát itt a fatfát, itt a járási fatfácánkert Bogyiszlóval közösen látjuk ezt el. Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit több támogatást kapunk, mint az elmúlt rendszerben, de az így is több 10 millió forintot teszünk ahhoz hozzá. De én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a pénz nem számít, tehát ugyanolyan fontosak az idősek, mint a gyerekek, és az óvoda is kötelező önkormányzati feladat, nyilván nagy örömmel látjuk el, és igyekszünk is mindig a létesítményeket megújítani ott is, tehát gyakorlatilag minden óvoda korszerű körülmények között működik. Én azt gondolom, hogy talán még egy óvoda van, ahol egy nagyobb renoválás ráfér az épületre, de ott korábban már mosdót újítottunk fel. Tehát én azt gondolom, hogy létesítményben sem, és szakmai gárdában sem, még egyszer hangsúlyozom, nem állunk rosszul. Hogyha tovább megyünk, és mondjuk maradunk az oktatás vonalán, és lemegyünk a legkisebbekhez, ez ugye annyira nem is volt régen, amikor beszélgettünk róla, hogy városi bölcsöde tulajdonképpen nincsen Tolnán. Igény viszont volna rá. Hát ez régi restanciánk, mert hogy ugye kötelező lenne már a mi lakosságszámunk alapján bölcsödét működtetni a városban. Korábban volt, éppen abban az épületben, ami jelenleg a kormányablak, itt mellettünk a Hősök terén, és aztán később a bölcsöde megszűnése után óvoda lett. Akkor valamiért úgy döntött az önkormányzat, hogy ezt megszünteti, de nagyon nagy igény van rá. Jelen pillanatban ezt úgy oldjuk meg, hogy családi napközik bejáró gyerekek szüleit támogatjuk anyagilag, hogy ott tudjanak gondoskodni a gyerekekről, de most szerencsére ráakadtunk egy pályázatra, újra megnyitották azt az ablakot, amiben bölcsödét tudunk építeni, és feltétlenül valamennyien egyetértésben azt gondoltuk, hogy akkor most jött el a pillanat, hogy egy új korszerű bölcsödét építsünk. Remélem, hogy pozitív elbírálásban részesül, és akár már a jövő évben meg tud kezdődni a bölcsöde építése. Ez már akkor a jövő, de akkor menjünk vissza a megvalósult fejlesztésekhez. Járdákat is építettek, utakat is építettek. Sokan úgy érzik, hogy mindenkinek az az út fontos, ami az ő háza előtt van, és az a járda fontos, ami az ő utcájában van, de akármennyire hihetetlen, rengeteg utat és járdát építettünk. Itt most főleg a járdára gondolok. Tehát egy kb. 150 millió forintot költött az elmúlt ciklusban az önkormányzat arra, részben saját erőből, részben pedig a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásából, és így kb. 8000 négyzetméter járda tudott megújulni. Ez rengeteg. De van ennél nyilván sokkal több, ami nem tudott megújulni. Én azt gondolom, hogy a következő évek feladata az, hogy ez még tovább tudjon épülni, és az utak tekintetében is, mivel rengeteg út van, nem feltétlenül látványos, de azért megépítettük a Víztorony utcai szakaszát, a Szamos utcát, megújult a Festetics utca, éppen most folyik a Kinizsi utcának a felújítása, és ne felejtsük el a Kossuth Lajos utcát, ahol úttal járdával meg tud újulni az egész út. Ez is egy pályázat keretében, és a Magyar Közút a konzorcium vezetője, de hát ott is nagyon sok járdát építünk mi önerőből. Volt itt egy érdekes kezdeményezés is Tolnán a járdaépítésnél, hogy az önkormányzat beszállt, hogyha a telek tulajdonos mondjuk megcsinálta maga előtt a járdát. Ez mennyire lett népszerű, tart-e még? Igen, de hát itt is ugye a keret az egy idő után elfogy az éves költségvetésben. Tehát nagyon jól bevált módszer az, hogy mi adjuk azt, ami pénzbe kerül, és az ott lakó adja a munkáját. Úgyhogy ebbe a 8000-be beleértettem azt a mondjuk
5-600 négyzetméter járdát, amit a lakosokkal közösen tudtunk megépíteni. Ezt mindenképpen azt gondolom, hogy folytatni kell, hiszen partner abban a lakosság, hogy az ő házatája is rendben legyen. Tehát nagyon boldog vagyok akkor, amikor nem csak várnak valamit az embertől, hanem akár még segítséget is nyújtanak hozzá. Hogyha a volt laktanya területére rákérdezek, mert ott ugye már szinte az összes épületnek megvan az új funkciója, tehát egy teljesen jó kis oktatási, kulturális közeg kezdett kialakulni, és még van egy épület, de azzal is vannak tervek. Nem tervek vannak, hanem gyakorlatilag a kivitelezés megkezdődött. Tehát, hogyha visszakanyarodunk a korábbi kérdésekhez, és arról beszélünk, hogy 2014 óta mi az, ami megvalósult, akkor azért mindenképpen meg kell említenünk, bár a ciklus elején történt a Magháznak a kialakítása. Ez egy turisztikai műszaki bemutatóhely, ahol gyakorlatilag a kulturális központ bizonyos tevékenységét is átvéve. Tehát ott működik a könyvtár, ott vannak a klubok, kisebb-nagyobb csoport foglalkozik, tehát a civilek is helyet kapnak, kiállításokat rendeznek. Az ifjúsági zenekar jelen pillanatban ott tartja a próbáit, kóruspróbák, akár ilyen jóga foglalkozások is. Tehát nagyon-nagyon sokrétű az a funkció, amit ők át tudtak venni. Minden mellett pedig egy életnagyságú hajómalom makett is van, és teljesen jól szemlélteti azt, hogy a régi Tolna milyen malom nagy hatalom volt, és akár játékos formában és interaktív formában is be tudja ezt mutatni gyerekeknek, felnőtteknek. Nagyon szép, nagyon népszerű ez a kiállítás, és nagyon népszerű maga az épület is. És aztán utána jött az uszoda, amiről ugyan már beszéltünk 2014-ben, de hát az még nagyon távolinak tűnt, ehhez képest talán másfél év múlva már át tudtuk vágni a szalagot. Ezt Magyarország kormánya, nagy részt Magyarország kormánya, kisebb részt az önkormányzat támogatta, de ez a kisebb részt is majdnem 90 millió forint volt. Tehát én azt gondolom, hogy egy több mint 400 milliós beruházásból 85-6 millió forintot tettünk hozzá, ez sem kis dolog. Hogy látja egyébként, ki használt? Én azt gondolom, hogy igen, maga a cél az volt, hogy a gyerekeket, akik a járásba járnak, azoknak az úszás oktatását szolgálja. Mindezeken felül nyilván sportegyesületek, sportolni vágyók mehetnek. Én azt gondolom, hogy mennek is. Amit határozottan tudok, hogy nagyon-nagyon népszerű az a kisgyerekek úszás oktatása. Nyáron több ilyen kis vízi csibetábor volt. Úgyhogy, ha jól tudom, pillanatok alatt beteltek a helyek, mert hogy a tolnaiak mindig is szerették a vizet, és szerették az úszást. Én úgy gondolom, hogy a jövőben akár fog egy olyan sportklub is majd alakulni, akik kifejezetten az úszással és az úszás sporttal fognak foglalkozni. És közvetlenül mellette az egyházzal közösen építettünk egy atlétikai pályát, egy sportpályát, amit a gimnázium közben a katolikus egyház fenntartásába került, és püspök úr úgy döntött, hogy áldoznak arra, hogy ne csak a benti körülmények, hanem a kintiek is testnevelés órán lehetővé tegyék azt, hogy tényleg egy gyönyörű környezetbe tudjanak és nagyon hasznosan sportolni a gyerekek, és ezt nyilván megnyitották a városlakói számára is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az uszoda, mellette a futópálya, a kosárpálya, a röpipálya, és aztán most a napokban készült el egy szabadtéri fitnesspark, ami nem csak ilyen pici, mint a Dunaparton, amiről majd remélem hamarosan tudunk beszélni, meg a játszótereken, hanem egy tényleg nagyon komoly szabadtéri fitnesspark, éppen a minap egyik délután voltam ott, használják a fiatalok. Tehát én azt gondolom, hogy a kultúra mellett a sport is remekül megfér azon a területen, és akkor egy épület volt, ami nem volt még felújítva, de megkezdődött a kivitelezés, ott egy 1000 négyzetméteres játszóház épül, és a jövő évben mindenképpen átadásra is fog kerülni. És akkor itt nem menjünk még, mielőtt a Dunapartra átkanyarodnánk, nem menjünk el a nehézségek mellett sem, mert azt tudom, hogy például ennél a pályázatnál is, de más pályázatoknál is, és többször is beszéltünk róla, de szerintem nem biztos, hogy elégszer, hogy azért mindig jönnek a problémák, amiket meg kell oldani.
Tehát ugye ez se úgy lett tervezve, nem annyira, tehát ahogy az idő előre ment, ugye elmentek az építőanyagárak, és akkor egy önkormányzat pedig ott maradt, hogy hát akkor kéne valamit csinálni. Tehát azért ezeket a dolgokat meg kell oldani, és gondolom nem egy van ilyenből. Gyakorlatilag az összes beruházási pályázatunk olyan volt. Ez a konstrukció részben jó, tehát előnye és hátránya is volt annak, hogy nem kellett konkrét pályázatok. Illetve a pályázathoz nem kellett konkrét tervet bemutatni. Nyilván a költségvetést a konkrét tervre lehet kialakítani, és még az sem biztos, hogy egy-két-három évvel későbbi építőanyag áron számolandó az a költségvetés. Ennek a konstrukciónak, itt a top pályázatokról beszélek, az egyik fontos eleme az volt, hogy egy ötlettervet adtunk be. Nyilván nem csak írásban, hanem azért itt is kellettek rajzok. Na most ezt pontosan beárazni nagyon-nagyon nehéz volt. Ez nagyon jó volt abból a szempontból, hogy nem kellett előre költeni a terveztetésre, mert azért egy ilyen létesítménynek akár Dunapartról, akár játszóházról beszélek, itt több 10 millió forintról beszélünk már a tervezéseknél is. Tehát nyilván az egy könnyebbség volt a pályázónak, hogy nem kellett előre kifizetnie ezt az összeget. De az meg egy óriási kockázat volt, hogy abból az ötlettervből mennyiért tud megvalósulni az a beruházás. Úgyhogy ezek igen-igen komoly fejtörést okoztak az önkormányzatnak, de szerencsére minden esetben tudtunk a növekménnyel együtt is a beruházást be tudtuk fejezni, tehát én azt gondolom, hogy még a fennmaradó többlettámogatási igényeinket is a kormány pozitívan fogja elbírálni. A korábbiakban is mindegyikben így tett, úgyhogy remélem, hogy a későbbiekben ugyan most finanszírozni tudjuk, de nyilván, hogyha ezt a pénzt visszakapjuk, amit mi most önerőből beletettünk, ha ezt a pénzt vissza tudnánk kapni, akkor ebből megint tudnánk mondjuk utat és járdát építeni. Szóval vették és veszik is akkor az akadályokat. Igen. Akkor menjünk a Dunapartra, mert hogy az is teljesen megújult. Talán a legsikeresebb projektünk, legalábbis a lakosság körében a legsikeresebb projektünk a Dunapart. Én azt gondolom, hogy az, hogy ennyien használják, az mindenképpen azt mutatja, hogy ez így is van. Nem csak tolnaiak, hanem akár még a Duna túloldaláról is jönnek ide családok, hogy egy kicsit a szabadidejüket itt el tudják tölteni. Igyekeztünk itt is sokrétű felhasználási funkciókat beletenni, tehát van futópálya, tehát a játszótéren kívül azért még nagyon sok minden van, sportpálya, strandröplapjapálya, petangpálya, ugye ott a víziszínpad, tűzrakóhely, a büfé, nyilvános WC meg tudott túljulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik leglátványosabb és a lakosság körében a legnépszerűbb projekt az, ami a Dunapart volt. Hát nem egyszerű 5 évről beszélni, mert az időnk az most már vészesen fogy, viszont ha már a Dunánál tartunk, a Holtág vízével is lesznek feladatok, illetve hát már történtek is azért lépések. Ugye néhány évvel ezelőtt szintén ebben az önkormányzati ciklusban elfogadtunk egy úgynevezett intézkedési tervet, hogy először is vegyük számba azt, hogy mi van a Dunán, milyen stégek vannak, milyen öblök vannak, ezeket sikeresen végrehajtottuk. Tehát nem tiltjuk meg senkinek, vagy nem tiltottuk meg, nem bontattuk el az ő stégjét, nyugodtan kikötheti, csak szeretnénk tudni pontosan, hogy ez az óriási terület, ami a város kezelésében és tulajdonában van, ezzel mit tudunk tenni. Döntöttünk arról, hogy a szivattyút, a dolomlási szivattyú telepen megpróbáljuk üzemképessé tenni, és akkor talán újra egy kicsit élővé tudjuk tenni a vizet, ugyanis éppen az, ami az előnye, hogy nincsenek árvizek, ez a hátránya is, mert hogy nem kap friss vizet a Dunából. Ezt mindenképpen szeretnénk megoldani, és a következő ciklusnak az is feladata lesz, hogy valahogy az állammal közösen egy olyan megoldást találjon, ami önkormányzati önerőből egészen biztosan nem valósulható meg, hiszen itt több 100 millió forintról beszélünk. Szerencsések voltunk abban is, hogy vannak olyan pályázataink, mint az elején mondtam, hogy ami már a úgynevezett jólét intézkedések. Tehát vannak játszótereink is, kiadványokat adtunk ki, programokat tudtunk finanszírozni, tehát azért volt itt az elmúlt 5 évben
két-három olyan pályázat, összességében több százmillió forintról beszélek ebben az esetben is, ahol remek emberek tudtak idejönni, előadásokat tartani, főzni, tanítani a hölgyeket például a háztartási praktikákban. Én azt gondolom, hogy ez is kell ahhoz, hogy város legyünk, és remélem az eljövendőben is, vagy a következő években is lesz lehetősége a városnak arra, hogy ilyen lehetőségeket fejleljen és azokat kihasználja. Függetlenül a jövőtől személyesen ilyenkor a polgármester lezár magában valamit így ciklus végén? Hát erre a kérdésre nem készültem, de nyilván tudok rá válaszolni. Igen, valamit lezár. Tehát akkor, amikor valaminek vége van, akkor le kell zárni, mert én azt gondolom, hogy nyilván ez a képviselőtestület teljesen bizonyosan nem fog a következő részben, van, aki nem is indul el a választásokon. Tehát ezt a részét, és én ma le is fogom ezt zárni, nyilván, mert ma délután lesz az utolsó testületi ülésünk, ezt le is fogom zárni. De az álmokat nem lehet lezárni. Tehát azt, hogy az ember szenvedélyesen szeret egy várost, és tenni akar érte, ennek nincs vége. Ez, ha a jövőben lesz lehetőség erre, ha nem, ez ugyanígy fog maradni. Tehát én azt gondolom, hogy így a választások előtt is, és a képviselőtársaimnak is azt mondtam, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha nyerünk, vagy ha nem nyerünk. Nyilván azt a szolgálatot, amit eddig tettünk, azt ugyanolyan lelkesen fogjuk esetleg a jövőben tenni, ha nem, akkor pedig kívánom ennek a városnak, hogy legyenek olyan vezetői, és itt most nem csak politikai vezetőkről gondolok, hanem intézményvezetőkre is, és szakmai vezetőkre, civil vezetőkre, akik mindent megtesznek azért, hogy ebben a városban jobb legyen. Legyen így, köszönjük szépen a lehetőséget, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra. Köszönöm.